Mindenki! Ezt azt mondta Atfa, egy ubuntus rendszeren, hogyan is lehet egy Windows 10 ISO-t készíteni. Meg elsőnek azt is megmondom, miért is jutottam erre a döntésre. Azért, mert vettem egy vackot, még 2013-ban egy szart. Ami nem képes semmire se. Nem jó semmire se! Hogyha rossz logikát munkás követsz, akkor így jársz. Meg is mutatom. Egy AMD A4-5300K. Nagyon nagy hülyeség volt megvennem. Nagyon szar volt. Ennél szarabb nincsen. Hatom. Több videót is csináltam róla. És van! És látszik itten, hogy nem fél az útra. HD-t se! 4K-t? Sennyire sem! Nem érte meg. Üdvözlő, ismételem. Mindenkit! Régen volt... Tudj ki! Nem kompatibilis! Azért nem volt. Linux-okkal. Ez olyan az ajtó Linux kernelekkel. És ez miatt? Ez a Windows 10-es használja. Nem majd tilátom be. Nem is fogom. Hogy még be se kapcsolni. Sessen rajta. Linux tesz rajta. Csinálgatni. Amire lesz streamelni. Egy grafikus kártya van elrakva. Windows 10. Rendszer így is sokat fogyasz, akkor még itt jön a képben, letöltöttem. Így jár az, aki Windows a munkás logikára hallgat, vesz egy jó nagy vackot, és ez a H2, az van kiszámolva, end, hogy jóval jobban jártam volna, például egy keresőbbe, nem vettem volna így meg ezt a vackot darabonként, több oldal fájött, 2011-ben, vagy 2012-ben lett volna véve egy quad-core-os számítógép, azóta megy fölfelé az árak, be is lehet majd bizonyítani, meg hát az újságokat. Hozzáadtam ezt a... Szépen be lesznek szkenelve, és addig is lesznek. És itt van ez a Windows 10 homos... Internet van! ...rendszer. Nagyon fontos. Terminálban. Csak is a legjobb, a legjobb, a legújabb, a legjobb. Itt is van. Nézni. Egy AMD A4-5300-as. Grafikus. Olyan processzor, amivel a grafikus kártya integráltatva van. És ezek a vackok elterjedtek. Na, és képesek a vacaki annyit adni, régebben külön egy grafikus kártyái, meg egy processzoré. Ez hogy lehet? Neked. És itt van a kiadása. Windows 10 Home 20H2. Felrakva, feltelepítve. Alkozást. És ott aktiválva se. USB. Fölöslegesen. És mi is volt itten? Most ez egy kicsit kell. Van. Teszt! Gépartet, jó van? Milyen jó is játsza le a Windows 10. Van írva. Le a... Tesz a... Alkalmazás! Felételeket! Régen volt. El lesz indítva. Egy gyorsan a... Freedom Vlad Launcherra. Rárakok egy VLC lejátszót is. És netöfös formatba kell esnek tenni. És van egy flash. Nem más, mint egy 16 gigabájtos. Fett, 32 van. Itt van. És ezt át kell konvertáltatni. Nem konvertáltatni, hanem indítva. Más. Kiderül, más szisztéma legyen. Hogy mire is képes. NTFS. 2013-as processzor. S legjobban vittek, egyik legjobb. Hogy is játssza le a 4K-s videókat. Itt van egy Samsungos
Udé. Iceland. Van. És megpróbálom a beépített alkalmazással lejátszni. Mit kell itt tovább csinálni? Elindította. Talán kell az utasítást. Betöltődjön. Többször mondtam asztalt. Nem videókat kell nézni. Hanem asztalt. Ilyen kézikönyvet. Teljes képernyőre már. Hogyan kell csinálni? Összeakadozik a kép. Egy videóból ne nézni, az unalmasabb. Kockás. Nem bezárta. Ez a... Itt ez az alkalmazás. Éképes szoftverileg a Windows 10-zel lejátszani. Ez a beépített alkalmazás volt. Ki lehet venni rajta, csak, hogy elmegyik a kép. 4 gigabyte. Egyáltalán jó. Szó töltöttem le. Mert 5,9 gigának kell lennie. Nem tudja a grafikus kártya. Nem ott van. Interneten van. Össze-vissza ugrálgat. Hol egyszer 90 watt, hol egyszer meg 47 watt. Össze-vissza ugrál. Fölösztásmérő. Nem tudja feldolgozni ezt a videófájt. Samsungos hirdetőből. Hát, azt nem. Megpróbálom egy VLC lejátszóval. Hogy néz ki, hogy nem jó sikerült. Nem bírom felmutoltatni. És most fog az derülni, hogy lejátsza. Ez itt a valóság. Valóságban nem sikerül minden VLC. Úgy. Úgy néz ki, hogy más. Pratika kell itt. Kétem veszek egy Windows 7-et hát, tenni rá, és aztán képes a Windows 10-et letölteni, egy kicsikét, és Windows-on átcsinálni a Stamnál 83 wattnál. Azt látom ki, fölasztási mérő. Hogy én azt az egészet fel fogom majd streamelni, vételezni, és fel fogom játszni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, ismétel, hát. Szevasztok!